Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti Portré Köszöntöm kedves nézőinket! A mai heti portré vendége Molnár Csaba, színész, akivel itt a Pince Színházban beszélgetünk. Csaba, ugye jelenleg három futó darabod is van itt a Pince Színházban. Vegyük ezeket sorra. A Finito ugye a legrégebbi darab. Igen, az egy tavaly őszi bemutató volt. Ott milyen szerepet játszol? Hát ugye van ez a történet, valaki bezárja magát a a WC-ben ugye azt hittet el ott az emberekkel, hogy öngyilkos, vagy hát azt hiszik róla, hogy öngyilkos, akkor nem komolyan veszik ezt az öngyilkossági szándékot, ami kiderült, hogy talán nem is volt annyira komoly. És akkor én jövök, mint hát vannak ezek az amerikai filmekből ismert, ilyet, ezek a túsz tárgyalók, hát őrnagynak nevezett, aki jön így jön tárgyalni, hogy hogyan lehet onnan kiszabadítani, de hát aztán persze kiderül, hogy nekem is mások a szándékaim, tehát igazából én is csak meg akarom venni az ő az ő hulláját, tehát hogy nekem én azt tovább akarom adni, tehát hogy van benne egy ilyen, egy ilyen furcsa, furcsa, csavar, ilyen vicces az egész. Tehát ilyen túlsztárgyaló. Mennyire azonosulták könnyen ezzel a szereppel? Hát uh, tulajdonképpen csak annyiba volt nehézség, hogy igazából úgy nem, nem volt. Nem vagy egy túlsztárgyaló? Hát, nem is? az, hogy nem, hanem hogy nem volt igazából olyan, egyértelmű, hogy mi a karakter, tehát hogy milyen. Mert hogy igazából ilyen monológokat mondok jó részt. Tehát a darab többségben az elején bejövök, és akkor csak dumálok hozzá a Tehát igazából vagy nem, adj, nem lehet róla megtudni semmit szinte. Tehát nincs előzménye, mint egy többi figura, hogy megmondni, vagy lehet tudni, hogy mégis mik a történeteik, vagy honnan jöttek, vagy mik a céljék. Tehát őről igazából keveset lehet megtudni. És igazából ez volt így a, inkább a nehézsége, hogy akkor az ember úgy kitalálja, hogy mi, mi, lehet a ki lehet ez a pasi, aki nem árul el magáról semmit. Tehát ez sokszor így nehez ember, hogyha úgy meg van írva, hogy jó, tudjuk, hogy ez a baj, ezért van itt, akkor az úgy, az úgy kiadja magát. Itt meg olyan, szóval igazából ez, ez volt inkább, úgy nehéz volt, hogy akkor azt kitalálni, hogy hogy akkor milyen az, amikor, amikor nem tudsz róla semmit. A, a, arra kitalál egy figurát. Úgyhogy igazából, ha volt nehézsége, az inkább... Az ez volt. Az inkább ez volt, igen. Na most ez ugye egy felnőtt darab, de játszol gyerekeknek szóló darabban is, ugye a Pokoli Punch, Punch igen. Című előadásban. Igen. Na ez miről szól ez az előadás? Hú, miről szól? Hát ott egy ilyen kicsit ez az ilyen mai divatos szóval ezek az egy kicsit ilyen zenés, ilyen horror játék stílusra haj, haj az az egész. Ugye vagyunk még ketten, mint, mint főgonoszok, akik a világot el akarjuk pusztítani. A Réka, a nagy Juhász Réka, a nagy néném benne, tehát mi ketten törünk a világ pusztulására, és akkor a, mindegyünknek van egy, akit hozzánk küldtek, mint beépített ünnökök, egy-egy állat, nála neki van egy madara, nekem meg egy, egy macskám, akkor viszont a világot meg akarják menteni. És akkor ők így barátság, tehát köztük egy barátság lesz, és akkor ők minket legyőznek, és megmentik a világot. Hát tulajdonképpen egy ilyen tehát gonoszt játszol ebben a Igen, igen, igen. Szoktál egyébként gyakran gonosz Hát játszani? szoktam, ha szoktam, igen. De hát ezek, ezek mindig jók, tehát azért úgy jobban lehet lubickolni, mint a, mint a jóba, ebben azért az ember így Te jobban... Van... szeretsz negatív karaktert játszani, hát, mint talán, az talán, igen. Tehát hogy valahogy sokszor több a lehetőségben, nem valahogy az ember így, tehát valahogy gazdagabban lehet így játszani. Meg főleg az, hogy az ember könnyebben megmutatja, bár jó, persze ez a, ez a mint például az őrnagynál is, ahol úgy nincs igazából rossz benne, vagy megfogható benne, de hogy pont én legalábbis azt szeretem, hogy hogyan lehet ilyenkor megmutatni a, a, másik oldalát. Tehát, hogy ő például azért, hogy hát persze jó, az benne van, hogy át akarja vágni tulajdonképpen, vagy kell neki a pasi, de hogy akkor közben ho hogyan csajozik, vagy tehát, hogy valami olyat, ami, amitől kicsit a bonyolultabb lesz, nem egy egy, egy ízű lesz a dolog. És itt is például az a jó, hogy hát ugye elvileg mi vagyunk a gonoszok, de hogy azért mégis mitől lesz ez emberi, vagy mitől lesz egy elfogadható, vagy. Tehát hogy azért, nem, hogy azért a, a, az ember még ha egy szóval azt mondjuk hogy jó, ő a gonosz, vagy a negatív, de azért mégis hogyan lehet ezt olyan emberszerűvé tenni, és, a, és azért az ember meg mindig bonyolult és gazdag figura. Tehát nyilván az, hogy bejön az első percben gonosz, és, és akkor ezt így végig nyomja az ember, mert akkor az nyilván nem, elér, nem olyan érdekes, azt hiszem. Szerepesz ugye a Géza gyerek című Igen, darabban az, volt az is. az utolsó bemutató most. Igen, nemrég volt a premierje. Milyen szerepet játszol ebben a darabban? Hát ott a, a Gézát ugye, akinek szerez, aki egy, egy ilyen sérült srác, egy kicsit ilyen autista típus, és, és ő, ő neki egy ilyen munka kínál a környezet, hogy hogyan, tud bejlesz, hogyan tudja beilleszkedni a társadalomba. Persze nyilván kicsit ilyen kétszer, mert hogy itt a munkahelyen kell a biztosítás miatt, hogy valaki felügyelje ott a szalagot, ez egy kőfejtőbe játszódik, és én vagyok ott a munkavezető, vagy, a, vagy az a brigádvezető, vagy a, fő, a, főnök Laci mindig úgy hívják, tehát hogy én hozzám kerül be, vagy én, nekem egy kicsit én találom ezt ki, hogy akkor vegyük fel a srácot, mert ő erre a munkára pont, pont, jó lesz, mert ez egy ilyen egyszerű munka, csak ülés nézi a szalagot, hogy ne legyen baleset, neki kell felügyelni az egészet. Tehát én vagyok, aki így behozza ebbe a munkába. Tehát itt egy pozitív szereplőt játszol. Hát tulajdonképpen igen. Igen. Milyen kihívások vannak ebben a szerepben? Hát tulajdonképpen hogy mondjam, nem, egy, nem, egy, ilyen gazdag szerep ez, tehát igazából ez olyan, ez inkább azok közül valami olyan elég egyszerű megfogalmazni, mert itt ilyen segítőkész, tehát akarok neki segíteni, jöjjön be dolgozni. Persze, amikor nem megy neki, akkor, akkor lecseszem, vagy tehát így számunk kerül rajta, de, de ez tulajdonképpen nem egy ilyen. Miről nem... szól ez a darab? Tehát ugye van ez a srác, a gyerek, aki hát most nem is tudom pontosan korán, de 30 körüli lehet a srác, és hát nem dolgozott soha életében, mert hogy, mert hogy sérült, és akkor ugye mi, ki, kitaláljuk ezt, hogy, hogy hozzuk be ide a kőfejtőbe dolgozni, mert itt lesz neki ez a munkája. És hogy hogyan próbálja meg a környezet beilleszteni őt, vagy segíten neki beilleszkedésbe, de hát tulajdonképpen ugye ez nem megy, vagy ezért reménytelen, mint hogy ő ezt előbb-utóbb ő maga feladja az egészet, mert rájön, hogy maga mit csinál, az egy ilyen értelmetlen munka. Szóval nincs, nincs, nincs semmi következménye, vagy semmi fogalma hát ülés néz egész ül ülés néz a szalagot, hogy nem, mert ha, kell, ha majd lesz, történik valami, akkor, akkor ő neki kell az egészet, és soha nem történik semmi. És akkor előbb-utóbb ettől így kiborul, és, és feladja az egészet, hogy ő meg ilyen értelmetlen munkát, akkor inkább otthon marad, és ezt nem akarja. Ilyen beilleszkedés, hogy hogyan tudunk valakinek segíteni, vagy lehet -e segíteni, de közben az egész környezet ilyen nagyon sivatagi állapotok vannak benne, lehet ilyet mondani. Tehát tényleg olyan, céltalan valahogy az egész környezet. Tehát mindenki csak így az aznap él, munka, elmennek kocsmába, isznak egyet, másnap reggel bemennek, tehát hogy az egésznek van egy ilyen nagyon nyomasztó, szomorú hangulata, és közben mégis ilyen iszonyú humorral, meg szeretettel van az egész megközelítve. Szép egyébként, nagyon szépek szövegek, nagyon szépek benne, tehát vannak benne igazi, igazi költészet az egésznek, a jó mondatok vannak benne, egy jó, jó hallgatni. Sajnos a kocsmarészből kimaradt, ez egy kicsit fáj, hogy <laughs> ez a lac, ez nem iszik, pedig ott van, ott van az élet a kocsmában, és én ebből kimaradtam, én rendes gyerek vagyok, én nem iszom. Csaba, te mikor döntötted el azt véglegesen, hogy színész leszel? Hát, hogy véglegesen az. Ezt nem is olyan rég. Talán, hogy egyszer csak így beletörődtem a sorsomba, hogy akkor én lehet, hogy ez vagyok, mert itt jó darabig küzdöttem ellene. De És hogy... mit jelent, hogy küzdöttél ellene? Hát, hogy nem tudom. Tehát van, hogy a főiskoló után mindig ilyen az volt bennem, hogy én... Hát 1992-ben elvégeztem. Végeztem. végeztem. A hát a, az első döntés, az hogy, már egyáltalán, hogy, egyáltalán, hogy bekeveredek ebbe, az még Kaposváron volt, vagy Kaposvári vagyok, és ott akkor az a legjobb korszaka volt a színháznak, amikor én ott mint középiskolás elkezdtem egy gyakrabban járni, és hát tényleg elképesztő élmény volt az egész, viszonyú hatással volt rám, és ahogy így egyre többet, egyre sűrűbben jártam így az előadásokat nézni, valahogy egyre, egyre inkább így tehát nem az, furam, nem az a része érdekel, hogy én, ezt én akarom ezt így csinálni. Ez előtte soha nem volt bennem ilyen fajta vágy, vagy ilyen gyerekkorom, vagy egy akartam, soha nem volt bennem ilyesmi. Még most sem nagyon. De, de, maga az, amit láttam tőlük, az annyira tetszett, hogy aztán minden többet néztem, az vagy egyre inkább így letisztult a dolog. Tehát vagy azt éreztem, hogy ez tulajdonképpen nem is olyan bonyolult, vagy ez lehet, hogy én is meg, tudom csinálni, inkább, inkább egy ilyen, ilyen, rácsodálkozás volt bennem igazából ez. Ez lökött inkább arra fel, hogy azt láttam, hogy ez, ugye a, ez az egésznek az a misztikussága, vagy nem tudom mi, egyszer csak úgy, úgy, úgy kiment belőle, és azt láttam, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit ami, ami kézzelfogható dolog, tehát hogy ezt, ezt lehet, én is, én is tudnám csinálni. És akkor oda be is kerültem, oda a színházba voltam két évet, ilyen csoportos szereplőnek nevezett kategória volt az, ahol ilyen pár mondatos szerepeket kaptuk, és akkor onnan vettek fel a színművészetire, 92-ben végeztem. Utána mi történt? Hát utána ilyen Hát volt egy jó pár év ilyen küzdelem bennem, hogy valahogy, hát nem tudom, valahogy mindig az volt bennem, hogy én így, hogy azért mást is ki akarok próbálni, vagy úgy, tehát hogy valami mást is csinálnék, és akkor valahogy mindig az bennem, hogy jó van, most még egy picit így valamit színházazok, még egyet megcsak, és akkor utána majd, majd, valami más is lesz. Így sokat utazgattam például, hogy így voltam ki többször Franciaországban. Akkor De ugye ott... itt is éltél a kerületben, Ferencvárosban. Igen, akkor az volt, hogy amikor végeztem a főiskolán, akkor itt a Mátyás utcába is voltam jó pár évig lett, bérletbe, tehát amúgy vidéken voltam színházba, szerződésbe, és akkor amikor szabad nap volt, mert Kaposvára hazajöttem az messze lett volna, mert akkor az első körben Szegeden voltam, és akkor amikor ilyen szabad napok voltam, akkor mindig itt voltam. Mátyás utca volt az egyik, az egyik bázis, egy ilyen középiskolás barátomnál, meg a lónyaiba is laktam, ott az egy színész, a a lakásában, a lakásába önállás volt, amit albérletben, úgyhogy két-három évet itt laktam a szomszédba. Meg <laughs> egyébként most meg itt lakom csak a túloldalon, úgyhogy most a, visszaköltöztem ide csak éppen a másik oldalra. És ugye említetted, hogy más dolgok foglalkoztattak, vagy folyamatosan gondolkodtál azon, hogy, biztos színész szeretnél lenni, de mik voltak ezek az egyéb irányok? Hát, amire egy konkrétan emlékszem, most már így ennyi idő után, például ez a, azt, ami Franciaországban, jártam ki sokat, és akkor még a nyelvet is úgy valamennyire, valamennyire bírtam, most már is elfelejtettem. Valahogy ott, hát volt egy ilyen filmrendezői, valami, elképzelésem, hogy oda valami iskolába kikevered egy ilyen filmrendezői, suliba ezeket nézegettem, akkor nézegettem, voltam ki náluk többször a Jelszínház nevű csapat, akik a hát most a Trafot vezeti József nagy néven fut a -e, ő csinált ki csapatot, és én voltam ki náluk, itt többször néztem őket, amit ők csinálnak, hogy ők inkább egy mozgásszínházszerűséget csináltak, de ez nekem nagyon tetszett, hogy azzal kacérkodtam, tehát ezek voltak azért a francia vonalak, és akkor tényleg is sokszor voltam, utaztam így ki. De valahogy aztán mindig, akkor még, nem jó, akkor még leszerződtem egyet ide, akkor jó, mondom, még ezt, még, még ezt egyet megcsinálom, és akkor majd utána valahogy így kiszállok ebből az egészből. Aztán mindig még egy lett, meg még egy lett, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen eltelt ezzel egy nem tudom, 10-15 éve, amíg végül hogy azt egyszer csak úgy beletörődtem, meg lehet, hogy közben aztán hogy a gyerekek születtek, és akkor valahogy aztán így beletörődtem, hogy akkor lehet, hogy most már lehet, hogy én ezt csinálom, <laughs> hogy, hogy én mégiscsak ebben ragadtam benne. Fura, fura volt így, így, feladni ezeket az ilyen ambíciókat. Vagy hát ez nem egyik napra a másikra történt, hanem így nem tudom, valahogy így, így, így alakult. Hát közben egyfolytában vidéken voltam, jobbra balra is volt Szeged, utána volt egy, egy pécsi kanyarom, utána egy Tamot, ott Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, mindenhol ilyen két-két évet voltam. Úgyhogy így, gyakorlatilag mire az egyiken azt, hiszik, hogy, azt hiszik, hogy ott vagyok, én már, -már nem voltam ott, hanem, már lettem a következő helyre. Ugye televíziós filmekben, sorozatokban is dolgoztál? Volt szeres most? Igen, volt, volt ilyen. Ott mi volt a szereped? Uh, hát ez a tipikusan a ami számomra egyébként a legkevésbé vonzó, mint, mint, mint szerepkör, de hát mindegy, hát ezt, ezt kaptam. Az ilyen, ott is a, az a jó fiú, vagy a, hát tulajdonképpen hát, úgy értem, nem voltam jó fiú, mert ugye volt egy ilyen két főcsalád, és ott az egyik családnak a nőnek voltam a szeretője. Ez volt, ez így, így kapcsoltam hozzá, de tulajdonképpen még ilyen rendes fiú voltam, valami plastikai sebész, és, és akkor így hát a mi történetünk volt ezzel a szeretői viszonya, de volt nekem is családom, az is, az is, benne volt a történetben. Hát ilyen rendes fiú. Benne leszámítva ezt a, ezt a kis bűnös viszony. Nagyon különbözik a munka jellege? Tehát akkor, amikor mondjuk egy, egy színházi darabra készülsz, ahhoz képest, mint amikor egy televíziós sorozatbeli szerepet alkotsz meg? Hát nagyon, mert erre lehet készülni, meg ugye itt van próba, az ember kipróbálhat jót, rosszat, mellé lehet lőni, lehet hülyéskedni, lehet kipróbálni dolgokat, tehát ez egy sokkal jobb terep. Én ez sokkal jobban szeretem csinálni, mert ott azért van egy ilyen teljesítés, tehát az ember bemegy, főleg amikor a sorozat van, ugye át meg ott naponta kellett újat, újat, tehát ahogy hazamentem, már tanultam a következőt, be menni, tehát annak van egy ilyen kis gyáripar jellege az egésznek. Tehát ott nem lehet annyira kísérletezni, vagy kipróbálni, ami a, ami a színháznak a legjobb része, hogy tulajdonképpen van rá mondjuk idás esetben egy ilyen hat hetünk, vagy nagyjából annyi szokott lenni egy ott azért lehet bármere elindul, és akkor majd a végén úgyis megtaláljuk a közös nevezőt a, a rendezővel, vagy a kollégákkal, hogy mégis mi felé, de hát tulajdonképpen ott, ott, még bármere el lehet indulgatni. Ott az ember egy normális esetben így működik, hogy a rendező valamit mond erre, hogy ő mit gondol, akkor én arra mondjuk teszek egy ajánlatot neki, hogy akkor én erre, ezt hogy értem, vagy én mit gondolok erre, akkor ő arra tesz egy ajánlatot, hogy akkor ő ezt hogy kontrollálja, amit én, amit én és akkor hogy szép lassan az ajánlatokból lesz valami közös dolog. Na most ugye ott a filmnél erre azért nem nagyon nem nagyon van idő. Tehát ott elmondják, hogy körülbelül ezt várják, az ember leteljesíti, jobban, rosszabbul, ha sikerül, legfőbb még ott. Hát főleg mondom a sorozatnál, nyilván egy nagy játékfilmnél talán egy picivel jobb a helyzet, de, de itt a sorozatnál itt igazából sok javítási lehetőség szinte nem is volt. Legfőbb akkor jó, fölvegyük még egyszer, vagy legfőbb még egyszer, hogyha nagyon valami, valami problémát láttak, de hát ott igazából nincs, hogy most eszembe jut valami, nézzük meg azt is. Tehát ott ilyen, hát az hogy csak én véletlenül keveredtem bele tulajdonképpen így. Eszem ágába sem volt oda mennem nem is tudtam, hogy volt ilyen valami casting. Szerintem a castingra elmentem, nem is kellettem volna, mert valami idősebb. Tehát az akkori koromnál idősebb pasit kerestek. Tehát tulajdonképpen szerintem most vagyok abba a korban, amit akkor kerestek, mert ott ilyen, ilyen szülőkorosztályt kerestek. De mondom, nem is voltam, nem is tudtam erről, el sem mentem szerintem a kásztik, csak aztán valahogy így az utolsó pillanatban nem találtak arra a figurára valakit, és már a forgatás kezdése előtt pár nappal egyszer csak így valakinek ott eszébe jutottam, aki látott róla, meg ismert, és mutatott nekik róla egy régi felvételt, és akkor így az alapján hirtelen berántottak, hogy semmi nem kell írjam el a szerződést, aztán vagyok, úgyhogy így véletlen mm -hmm. teljesen véletlenszerűen belecsöppentem. Én meg akkor pont olyan helyzetben voltam, hogy éppen fölmondtam az egyik színházba, éppen eljöttem, nem volt munkám, ráadásul pont akkor derült ki, hogy gyerek lesz, meg nem tudom, tehát előtt, valami muszáj, muszáj mégiscsak dolgozni is, tehát hogy van pénzt kéne keresni, de azok ik születtek. Úgyhogy aztán egy egyik pillanatban másik egyszer csak, hogy benne volt a sorozatban, úgyhogy még magam most se tértem, és már ott, ott álltam egy sorozat közepén. Könnyen összeegyezteted a családi életedet a munkáddal? Hát... Hát könnyen, hát tulajdonképpen könnyen, nyilván egy csomó az ember így lemond. Tehát, Például? Így... Hát például nem tudok színházba járni annyit. Tehát én régen ilyen nagy színháznéző voltam, tényleg én egy hetet, három, négy mert ha nem játszottam, akkor, akkor színházba töltöttem, és minden, ja, minden evő voltam, mindent megnéztem. Most ez sajnos ez így, ez így, kimaradt. És mondjuk most már így nagyobbak a fiúk, tehát most már éppen kell itt lassan eljárhatni meg, mert már nem kell ez az állandó, állandó otthon lét. Sajnos most már én is kicsit így belustultam ezzel, hogy most már egy furda lelkismeret, hogy, el kéne kezdeni lassan megéljárni, mert már így kimaradok a dolgokból. Tehát ez a része például nagyon, nagyon, nagyon rossz volt. A másik része meg persze az is lett, hogy, hogy nyilván az ember sajnos több mindent be kell vállalni, hogy azért muszáj most már felelősség tartozok itt, hogy valami pénzt is kell keresni, ha és akkor az ember így lehet, hogy több mindent csinálok, amit előtte mondjuk így könny könnyebben azt mondtam, hogy nem, vagy nem érdekel, vagy így kiszálltam belőle, hát most, most most ez így kevésbé fér bele, úgyhogy aminek van persze biztos jó oldala is, mert egy csomó dolgot nem próbáltam ki, mert így azt mondtam, hogy jó, nekem nem fontos, nem érnek el. Így meg most így bele, belevisznek olyanba is, ami tulajdonképpen néha rájövök, hogy ezek milyen jó pofa dolgok, vagy amit így van kedvem csinálni, szeretek, csinálni. Az eddigi szerepeid közül melyik az, amelyik a legközelebb áll a te saját karakteredhez? Hát most így nem tudnék mondani egy, egy ilyet. Hát sok, sok, volt, amit egyébként is szeret, szerettem játszani. Például játszottuk a Leosz és Lénat Kecskeméter, az, az, például, ha így veszem, közel áll hozzám, bár se tudom, hogy, hogy milyen vagyok. De, hogy nem tudom, hogy ez így meghatározható-e. Az például talán, ha így, így veletem, az itt talán közel állt hozzám. De hát sok mindent szerettem, tehát nem feltétlenül azt szeret az ember, ami annyira közel áll, mert mondom, azt sem tudom, hogy az milyen, mert szerintem az ember sokféle. Tehát, hogy most az, az áll -e közelebb, vagy... Most is van például egy másik előadás, van egy ilyen Kassanova előadás, Kassanováról szóló előadás, például azt is én nagyon szeretem, miközben az nem áll ilyen szempontból közel az előadás, az nem is, nem is csak egy témáról szól az ő ilyen, nem tudom én, nőkkel való viszonyáról, hanem ott a, hanem az ilyen fiatal korától egész az öreg koráig megy, tehát meg, meg az anyjában való viszonyáról, tehát egy nagyon jó anyag, nagyon szeretem, ilyen nagyon bonyolult az egész történet, vagy gazdag, és tele van ilyen filozofálgatós részekkel. Szóval azt is például, nagyon szeretem csinálni, mert egyszerűen jó az anyag valahogy, jó, jók a szöveg benne, jó a helyzetek benne. Mi az, amit keresel egy szerepben? Hát ebben például biztos, hogy változtam valamennyire, mert azért emlékszem, hogy fiatal koromban, amikor elkezdtem, akkor alapvetően ö, valahogy ilyen, ilyen extázis, közeli élményeket kerestem benne mindig. Tehát emlékszem, hogy mindig az volt a, az volt a, ezt hajszoltam valahogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan lehet valamiféle ilyen extázis élményt elérni, valami állapotot egy, 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 szerepbe vagy egy ilyen munkába. És aztán persze az ember így rájön előbb-utóbb, hogy azért nem, tehát a maga szerep se olyan mindig, vagy munka se mindig, hogy ez, hogy ezt, ezt így, hogy ez így benne van. De aztán persze tudom, elfogadtam, hogy tulajdonképpen lehet ezt egy másfajta ilyen, tehát, hogy ha nem is ez a fajta fizikai-lelki extázis állapotot, mert ezt nem lehet mindenben, ez szóval a nincs, nincs benne, de hogy, hogy az is tud egyfajta ilyen fajta idegrendszeri örömöt okozni, amikor valami, valamit az ember így jó összerak a fejébe. Tehát, hogy jó, ki tudom sakkozni, hogy akkor ez így lesz, úgy lesz. Tehát, az is ugyanilyen öröm, örömérzetet tud valahogy okozni. Nyilván egy picit másfajta, de tulajdonképpen nem is feltétlenül. Tehát lehet, hogy kevesebb a fizikai extázis része a dolognak, de, de közben. Egyszer azért fura móda, talán ott jöttem rá leginkább erre, emlékszem még régen, pár évvel a a 12 ös emberbe játszottam Pécsen, és ott ugye aztán se egy asztalnál, nem tudom, két és fél vagy három órán keresztül, és semmi nincs, csak egy, hogy így beszélsz, te vagy azt, te vagy az nem tudom micsoda. És akkor szóval ott annyira szembe, szembe, kaptam ezt az egészet, hogy, hogy hogy addig, amíg mindig próbáltam ezt a, ezt a állap, valami állapotba belekergettem magam, hogy egyszer csak úgy elkezdtem ezt így élvezni, amit nem gondoltam, hogy, hogy hogyan lehet ezt a legjobban kisakkozni, hogy mikor, mikor mit csinál, hova. Tehát, hogy három órát úgy kisakkozni, akkor ide rakok egyet, akkor pont oda nézek. Tehát, hogy az, egésznek van egy ilyen, egy ilyen matematikája a, a egy, ilyen fölépíté, egy ilyen szerep fölépítésnek, és tulajdonképpen az is örömet tudok hozni egyébként, hogyha ezt jó, jó össze tudom rakni, mint egy ilyen jó, jó sakjátsz, hogy akkor ha ide tolom, akkor az ott lesz, akkor az, az a jobb, hogyha oda nézek közben, és ebből ez is ki tud adni egy, egy, egy egészet, és tulajdonképpen rájöttem, ez is ugyanúgy örömet tudok hozni. És akkor ehhez mérten van szerep álmod? Olyan szerep, amit mindenki Az nincs, hál Istennek, érteni. az soha nem is volt, és szerintem ez talán jobb is így. De nem tudom, mert nem, nem tudom, milyen az akinek, az, akinek, van, hogy annak jó-e, hogy vágyódik valamire. Szóval nekem hál' Isten, nem volt, úgyhogy ezt, ezt megúztam akkor milyen ezt... módon tehát megtalálnak hogy bizonyos szerepekkel és akkor mindig az adott szerepben találod meg vagy nem találod meg azt amit keresel. Hát hát a, a, annak a igen tehát annak próbálom ami ami, ami éppen van annak a, annak a, az öröm valahogy így, valahogy valahogy kiszedett az ember mégis tehát például játszani szeretek tehát most az mindenféle játékot beleértve a legegyszerűbb társastól vagy kártyától, tehát én bármi játékban benne vagyok, és nekem ez is ez, is ez a része, hogy tulajdonképpen ez is egy játék része, hogy hogy tudom, hogy tudom kihozni vagy kigolyózni, hogy az, azon belül a, akár egy kevésbé színes, vagy akármilyen figurán belül, hogy mi, mi, mi a legoptimálisabb verzió, hogy mit tudok abból kihozni, ami a legtöbb. Hát az ember azért játszik, hogy örömmel legyen benne, gondolom én. Van valami fajta küldetés, tudatot, tehát bármilyen dolog, amit át szeretnél adni a közönségnek, amit közvetíteni szeretnél, és ezt lényegében a szerepeiddel megformálod? Hát, most nem akar, nem. most így mondjuk azt, hogy nincs, de bármit ez persze hülyeség, mert ebben tehát nyilván mindenkinek van valami, de, de, ha, de ha lenne, akkor az, akkor az inkább olyasminak kéne lenni, ami meg már persze nincs, mint amit mondjuk így szerettem a kaposvári színházban hogy annak volt egy ilyen egyértelmű valamilyen progresszív színházi létezése, egy ilyen erős társadalmi hatása, nem tudom, tehát mindig ezek voltak a számomra ilyen ideális színházi formák, de hát ez csak egy ilyen, azt hiszem ez valószínűleg lehet egy-egy is talán, ha a csillagok jól állnak, akkor ez így összejöhet, de azért ezek alapvetően társulatban tudnak szerintem igazából működni, hogy legyen annak az egésznek, amit csinálunk, valamilyen fa, ilyen, ilyesmi fajtája, mint küldetés, és vagy nem tudom micsoda. De hát nekem így, mint színésznek ezt így nehéz, hát hiszen most, ha odaraknak, akkor ott ott, ott vagyok, vagy akkor azt, azt próbálom megoldani. Nyilván ez a fajta ilyen ilyen fajta létezés egy kicsit hiányzik, hogy így benne lenni valami Mondom, szerencsés esetben ez egy-egy is meg tud valósulni, de hát most már régóta nem vagyok itt társulatban, úgyhogy